Sziasztok! Ismét tudok streamelni, mert hogy most már végre van mit. Mert hogy elkészült a buildem, ide. Vannak még apró hiányosságok, de a lényeg megvan, úgyhogy ezt most már meg is fogom mutatni. Maga a build, egy spear, és egy sword shield, és heavy, de kite shield-el. Igen, nem az artifact shield-el, az egy, csak egy skin. Hát a lényeg az rengeteg CC, rengeteg bleed, egészen jó damage, és mindenre resist. Csak lehet. Gyakorlatilag a fire az keppen, és minden más is magasan. Shell, nem kezdjünk a fegyverekkel, spear-rel. Spear-ből 3 skillt használok, ez már nagyon régóta bevált nekem. Skewer, Bolt Kick, Sweep. Gyakorlatilag a maga a skill build az nagyon hasonlít a korábbi buildjeimhez. Sőt, lehet, hogy még ugyanaz is, mint az előző videóban. Gyakorlatilag a Skewer-en annyit módosítottam, hogy a legutolsó Bleed Duration-t levettem, mert így a gyűrűvel és a karddal együtt, így most már megvan a 20 szekes cap, úgyhogy felesleges az utolsó. Úgyhogy kerül damage-re, illetve a stamina regent kivettem. Pedig úgy lehetem az ennek erősített. Igen, csak 100%. Mindenesetre azt most kivettem, és átkerült cooldown csökkentésre a dolog. Úgyhogy ami lehet érdemes cooldown csökkentés be van téve. Igen, tehát a skillek előtt a dodge-t segít. A heavy attack 15%-ot csökkent. Ugye azt már beszéltek korábbi videóban, hogy a sweep-nek a follow attackja, a cooldown rész, ezt írja is egy heavy attack. Gyakorlatilag minden érvényesül rá, ami egy heavy-re, tehát például ez a 10% például cooldown csökkentés. A borítás miatt ugye a knockdown 5%, és a kritikál, akkor még stabilát is tud. Úgyhogy ott együttéssel meg lehet oldani sok mindent. Ezen kívül gyakorlatilag egy debuff duration növelés van bent. Damage szorzó, crit chance növelés. Igen, és most majd lényeges lesz, hogy 10% bónusz minden debuff után. Amit érdemes tudni, hogy a skewer-en ráugrás 20% ad. Ez empower cap-ben van benne. Illetve a volt kick 10% alatt szintén 20% empower-t ad. Ami szintén az Empower cap-en belül van, tehát ezzel gyakorlatilag már 40%-ra tett Empower-t. Még hogyha van egy... már igen közel van az 50%-hoz. Úgyhogy esetleg fölmerül kérdésként a Trust Damage-et, ezért nem használom. Mert gyakorlatilag 50% fölött is. Nagyjából ennyit a Spear-ről. Ami még érdekes, Spear-en a... És láttam, igen, a kritikálok extend, megnyújtják a debuff duration-öket. Hát viszonylag érdekes. És a kártúról és akkor minden kritikál. Valószínűleg ezek a Spear lead-ek. És a kritikálok folyamatosan leadódnak a hideg durésenjeihez. Ezzel így nagyon ki lehet tolni egy bleedet egyébként. Elvileg a bleedeknek a capje az szek. Skewer egyébként capen van, tehát ő amúgy is 20 szek, de szerintem így az összes bleedet ki lehet tolni 20 szekre. Nem tudom, hány szekon járhatunk, de
Még azt gyanítom, hogy szerintem ebb fölé is lehet. Mivel nincsen a Spear-en Kill Deject, itt gyakorlatilag a kezdő bleed-ek pörögnek. Hogy szerintem ez bőven keppelé toltuk, én azt gondolom. Igen. Szólva. Hát ja, ez a bleed az elég erős. Nézzük a Sword and Shield-et. Ami ráugrás. A Shield Rush végig ki van perkezve, és szintén a pörgéssel bleedet tesz föl. Mutatom a perkeket, a katak így néz ki. Skill Tree. Nem használom a stunt, mert nincs rá szükségem tulajdonképpen. A Shield Rush-ba jövök ki, tehát ez a 20% weaken szerintem bőven erős. Meg még hozzá ez a 30% slow. Úgyhogy már a Leaping Strike-ból is jön 30% slow, ez már bőven kepre teszi. Szerintem még a... hát... jaj, 10% észtel még keppen van. Gyakorlatilag egy kis HP meg healing visszatöltés. Egyes. Ez csak damage. A defense-ek. Nagyjából a shield, vagy a sword shield úgy néz ki, hogy lassítás, rend, damage, vagyis critical chance, damage a lassítottakra, meg nekem egy haste. Vagy azért jó legyen a tracking is, damage szintén. Ami esetleg lényeges, hogy én itt használom a reduction-t is, nem feltétlen a damage a font. Sword Shield-en, inkább a Keplos és inkább a lassítás és inkább a PC Stagger meg ilyenek. Nem sebez túl jól egyébként szerintem Sword Shield. A Whirling Blade egyébként, ha hárman állnak körülöttem, akkor ez rendesít oda durant, az viszont erős. De az mondjuk a weapon perk miatt. Ja igen, és a Whirling Blade ugye azt írja, akkor mutassuk, rend, igen, azt mondja, hogy Dragged Worlds-ben a Whirling Blade 10%-os weapon damage-es bleed-et okoz 6 szekre. Na most mivel a Whirling Blade 2 damage-et víz be, ezért 2 bleed-et fog költeni. Tehát önmagában egyébként ez így elég kos lenne, szerintem, hogy egy artifacton dobjunk már rá 10% bleed-et, de így, hogy 2x10%, így már azért jobb egy kicsit. Na meg hát ez a 30% százalék Brick to Richon mi két fegyveren, ami ez így viszont. Hát is igen, az Empowering Whirling Blade tényleg, tehát ha hárman állnak körülöttem, akkor egy 52% base damage nagyobbat adokhoz. És még itt van Riddle is. Ez önmagában szerintem ez így elég erős. Térjünk rá a fegyverekre. Azt mondanám, hogy a Pihinem Craftor-ként. Dexes magába, mert írt általában Dex-kört használom. Le lehetne STR is már fieldbe. Ami most nagyon erős, ez a Plague Spritz gyakorlatilag. Ez a 20-26% vagy incoming healing csökkentés, hát de most a kritek ezt nem stackelik, hanem durationbe stackelik, gyakorlatilag csak ezt a 26%-ot tudom tartani. Hála Istennek az ír a kritel úgy, hogy ezt azért fönn tartani kell, hogy ez így önmagában egy. Ha mellette van egy Artifact Blunder, vagy valakinél van nagy Plague Strike, akkor az úgy elég brutál, mert akkor bőven keppen lehet tartani ezt a HP csökkentést. Hát így önmagában is. A Trench and Strike 23% a Heavy Attack-ra.
Na ez nem azért van, mert a Spear-en heavy attackolok, hanem azért van, mert a Cooper Grace egy heavy attack. És hát ebből egy elég durva thrust damage-et ki lehet hozni. Így egyébként. És hát a Bleeding Sweep, ezt... Megpróbáltam egy másik formában az Spear-t egyébként, először úgy... Nem? És... az... Gyakorlatilag nem a Bleeding Sweep van benne, azt ruhába gondolom tenni, hanem a Penetrating Backstab-et. De nem hoz annyit a Penetrating Backstab. Egyébként, ha hátulról sikerül megborítani a kollégát, és úgy rászúrni, az brutálisan nagyot üt. Tehát, hogy igen, de az a Bleeding Sweep az nagyon hiányzik, és ruhába sajnos kevés, hogy ez mellett döntöttem. Ebbe egy Frost került bele, gyakorlatilag a 50% HP alatt sebez nagyobbat, a 3%-kal, sajnos az opált egy kicsit levették, hogy ez lett a jobb opció, mellett. A Badgerben opál van, ezt majd szerintem, hát nem feltétlen biztos, de fogom cserélni. Hát most nem tudom melyik a CC-re ad damage-et. Kicsit kevesebbet ugyan, mint az opál, úgyhogy még az is lehet, hogy az opált benn hagyom. Igazából az a lényeg, maga a kő az arcane-es, tehát hexet tesz föl. Így gyakorlatilag a kollégán föl lesz egy hex, meg egy arcane is. Ami... beszéltük, hogy tier debuffok tudhat lenni, egyel több. Tulajdonképpen, jó igaz, hogy 2 másodpercig van fönt, tehát egy gyors swapnál, hát nem tudom, van a jelentősége. Minden esetre az esélyét hagyjuk meg, legyen. Amúgy meg 2 elementel el lenne. Egyel. Semmiféleképpen nem baj, hogy mivel nincsenek boostereim elementára se. Jelenleg, előző nemből sírni. Igen, hát a Butcher egyébként innentől kezdve gyakorlatilag maga a kart az gyári. Mondjam, bele van téve egy gem slot, és ebben van gem, tehát gyakorlatilag irány gyáritól. Na, ruha. Jönnek az érdekesebb dolgok. Craftolt. Minden craftolt, kivéve a heavy felső. És ezért a heavy felső az artifact. Az a helyzet, hogy egy heavy felsőt lecraftolni pont annyiba kerül, mint lecraftolni az összes. Úgyhogy egyébként a sisak szerintem jobb artifactba. Igen, jobban bejött, de nincs túl nagy differencia, úgyhogy úgy maradt az artifact felső, és a többit craftoltam le. Az artifact felsőbe került be az Enfeebling Skipper, ez a második weapon perk, amit használok, és ezen kívül nem is használok többet, hanem más differenciától kezdve. Összes ában, egyikben Elemental Version, Flame Con, Flash Con, egyikben. És konos. Összesen 3 magnifájom van egyébként. Így leszorítanom, ez elfér. Hát több nem. Runaglászokat tekintetében a Elemental Damage-ra védekezek. Ebbe teljesbe így 10%. És plusz milli damage. 1%. Hát, nem nagy, de 5% damage, ha összejön, az úgy szerintem 1,6 lesz ez. Sajnos a stamina visszatöltés marha gyenge, inkább Spear-en kapcsolnám be. A HP visszatöltésnek már most semmi értelme, az ankkal, a no. Jó volt így, most, hogy 5% damage. Sok kicsi összeadódik, nem rossz. Shield, hát... ez egy 625-ös shield, neves. Szerintem az összes shieldnél jobb. Azt mondja, hogy
lényeges, ez a 14% trust, 14% slash védelem. Ezt ugye nem csak blokkra kapom, hanem bármikor, amikor van a shield, tehát ha a spear van a kezem, akkor nem. De egyébként igen, nem kell hozzá blokk. Van itt egy shield aggression, meg egy sturdy. Hát a sturdy az számból a fresh, mert hogy nem blokkolok egyáltalán. Tehát nem kiszámolható az, hogy meg dominát fog enni. Ha ezt megoldják, akkor fog blokk. A shield aggression egyébként. Kicsit több. Baj. Hurt Gamble vagy Hurt Runából a Darkest Kend használom. Hát ezt régen full lenéztem. Semmire nem tartottam jónak. De azóta megváltozott a véleményem. Szerintem most ez a legjobb. Nem pillanatban nagyon ki. Gyakorlatilag felrepülök, igazából föl se kell repüljek, rögtön el is tudom nyomni. Amikor leér, nyom egy staggert, mindenkire tesz egy 30%-os lassítást, meg bever egy damage-et, ami nem olyan kicsi, mert 2747-es, hogyha láttam, igen, a base damage-e a Hurt Rune-nak, és a teljes damage-et visszatölti HP-ba, és ehhez jön hozzá Healing Hurt az Öringen, ami gyakorlatilag 10% teljes HP-mat, tehát nem base HP, max HP-mat tölti vissza. Ez a kettő együtt, ez egész jót tud healelni, még az Ank nélkül is. Lenerfelték. Tényleg, tehát amikor arénában hárman rámugranak, ez ki tud húzni a szarból. Fölrepülök, hátra rúgom őket, lelassítanak, föltöltöm magam a HP-val, és nem érnek ut. Ez barátok közt is kurva jó, én azt kell, hogy mondjam. Amulett. Nem, ring. Nem, ez a ring, ez meg az amulett. Ring, Invigorated Punishment, az említett Empower Cap, és az miatt ugye a Sword be is hat. De gyakorlatilag a Trust-ot tettem volna bele, akkor csak a Spin-en. És a dolog, illetve a Sword-nek a szúrása, amit azért kevésbé használok, inkább csak Empower Stack-re. Invigorated Punishment, nincs benne az Empower Cap-be. Jó, valóban szerintem kicsit kevesebb, mert azért a 10 az nem mindig van főtelen. Életszerűen szerintem ez egy ilyen 4-5% damage körülbelül. Átlagosan. Viszont a Spear-en meg a Sword-en is egyaránt működik. Erre jutottam, nincs benne az Empower Cap-be, hogy bátran lehet használni. Hearty. Nem féleképp, az sajnos kell. Nem elhagyható. És a Bloodletting, ami nekem viszont. Azt látom nélküle is, sőt, tehát ezt a spear-t, amelyben benne a spear, azt látom ezzel a gyűrűvel, ahol a Trust, a Hurty és az Infinite Punishment van benne. Nagyon komoly roll damage-et tol ki, tényleg bákat lehet oda sózni, de összességében a bleed-del több damage-et szoktam kiosztani, még ha nem is olyan látványos. Viszont a Blade Crit miatt, ha nem is látványos és nem is nagyon burst damage, de több damage féleképpen jobb. Mert a Blade Crit számon idő inkább. És akkor amulett. Hát most jelen pillanatban ez az amulett van bent, ami 100% slash resistet ad. Divine. Pass. Na most innen kitöröltem a Magnify-t, és az opció az ez volt, és ez lenne a bis. A Protection, tehát ezen 20% Lightning, a kővel együtt, Divine és az Alchemist. Viszont a faszom fog elekraftolni. Minden egyes darabot
hogy ezt pedig nevesekből meg tudom mutani. Sőt, az ankot is tudom statba cserélni, anélkül, hogy át kéne tételjen magam. Hogy ez most úgy néz ki, hogy itt maradtam a hely, mert elfér a harmadik is. Minden egyes item lesz beállítva, hogy Health, Divine és Slash Protect. Ugye a Divine az hat a is, úgyhogy ez az jó. Azért az jó lenne, hogyha még a potik 10%-a erősebbek lennének. A Divine ugye a healingre is hat, tehát azért egy healer mellett se rossz, illetve healer mellett bármikor át tudom tenni az ankot. Hatban egyezik. Az lenne a jó, de sajnos olyan neves nincsen, maradt ez. Hát erre majd azért néhány lifelink kell menni. A stopwatchot is üzembe fogtam, ő lesz a Void Protectes. Egyébként a Purify miatt, ott azért van bőven debuff, az szerintem nem árthat. Illetve jó nagyot oda lehet tannolni arra a Void fengés kollégára. Ebből nem lehet baj. Hát ez az rész, ami nincs kész. Gyakorlatilag megvan a Slash meg a Trust Resist. Ezek statban nem egyeznek, úgyhogy azokat még majd meg a Void. Azokat majd még le kell pörgessem. Hát kell majd egy Lightning, kell egy Ice. Fire nem kell. Ja igen, Resistek. Hát így néz ki a dolog jelen pillanatban, hogy váltsunk el. Látszani. Úgy néz ki a dolog, hogy van 33% slash resistünk, és ehhez ugye hozzájön 100% slash condition. Ez jelenleg bőven cap felett van. Ugyanezt ugye, hogyha átcsönélem az ankot, akkor ugyanez a trust-tal is a helyzet. Vagyis hát majdnem ugyanez, mert ott condition nincsen. De 33% trust resist. És persze, hogy lemerült. Szóval, a trust ugye a shield miatt ugyanúgy megvan. 15% plusz a 20, hát... ami egyébként változás volt az utolsó seasonben, ez a standard damage reduction, ez egyébként a bleed, és ezt a slash védelem hozza. Gyakorlatilag ezzel a bleedet is redukálom. Aztán ugye az opálkövek miatt a teljes setben van egy 15% passzív elementál védelem, ami gyakorlatilag mindenre működik. Ha szeretnék egy Void Resistet, akkor abból is ugye a 36% Void Resistet bőven ki lehet hozni. Ha szeretnék Lightningot, szintén 35% 36 Lightning Damage Resistance. Ez is kijön. A Fire-t szeretnék, azt megmondom őszintén, nem kell hozzá amulett. Mert gyakorlatilag a ruhában, ugye van a 15% alap elementál resist, a ruhában benne van a 10%, vagy bocsánat, 16%, 20% flame condition, már 35%, a fire resist potit használom, mivel az nem fog leesni néhány tick után. Gyakorlatilag fönt van 45 másodpercig, ha veszem a boostereket is. 30 másodperc az alap, és a lasting consumption. Hát ez 45 másodperc, hát az már egy fél aléna kör, ha úgy vesszük. Azzal megvan ugye az 50%, és hát ugye 4 itembe elemental a version benne. Még egy 20% kb. Mert a 70% fire resist az szerintem jó. Az bőven elég. Egyébként a lightningre ugyanez van. Tehát az íjászok, akik bőnyállal lövöldöznek majd az új artifaktíjukkal, hát ők is meg fognak lepődni.
Igen, hát két condition van a ruhámban. Nem tudom egyébként mióta lehet benne két condition. Hamarabb tudtam volna, hamarabb tettem volna. Szerintem rohadt jó, ezzel így most nagyon le van fedve minden, szinte. PvP-ben nagyon érződik. Egyébként, tehát ez a 1v2, 1v3, healerre, 2v, nagyon sok, ezek nagyon működnek. Attribútok, erről nem beszéltünk még. Így néz ki a dolog. Gyakorlatilag akkor, hogyha a dexet 303-ra húzom, tehát ez a 3 plusz 3 pontot kell rátegyek, akkor kijön a 200 kon. Ennél többet erre a buildre fölösleges tenni, mert maga az armor annyira defenzív, hogy 300 konnal csak magammal cseszek ki, hogy nem lesz damage-em. Tehát, hogy ez bőven elég. Tök mindegy, hogy van-e mellettem heal, vagy potival kell megoldjam, bőven elég a 200 kon. Lehet 300 is, tényleg, tehát egy nagyobb bunyóba var, ilyesmi, ott lehet 300. Még OPN-en sincs jelentősége, amúgy szerintem a 300-nak. Ott is bőven elég a 200. Dexterity-ből a 300 azért az egészséges, tehát gondolkodtam, hogy tenném fókuszra, vagy fókuszra is, meg vagy intre, vagy is, vagy bármi. Egyrészt akkor már viszont a Magnify nem jön ki, tehát hogy ugye ez most egy 48-as poti, illetve a 3 Magnify, ez a lila csík. Az már akkor nem lenne okés, úgyhogy az nem. Illetve kicsit visszavetné a damage-et is. Mert ugye egyrészt increase backstep damage nem hülyeség, másrészt pedig az 5% damage over time effect. Nem hoz annyit egyébként, hogy megborítsa nekem az egészet. Másrészt ugye a strength. Itt inkább próbáltam nem a trustot tolni tovább, 300 fölött sokkal effektívebb, hogyha alacsonyabbra teszem a strength-et. Egyrészt a sword jobban scale-el belőle, másrészt a spear is jobban scale-el. Itt 150 alatt az STR-ből, mint 300 fölött a dex-ből. Úgyhogy gyakorlatilag ez most egy optimális állapot. 10% fizikál, 10 heavy, 5 light, ezek mindig jók. Ez a kublog részben ezért az odavág, meg ez is. igen, és hát ez a weapon swap. Ez nem rossz, kár, hogy van rajta CD, de mindegy, azt mindig elfelejtem, hogy van. Mindig anyázok, hogy nem, most meg nem működik, de én eljövök egy CD-n. Hát igen, kicsi empower. Hát, ja. Az helyzet, ez is empower cap-es, úgyhogy hogy a spear-en, ha dodge-olok egyet, csinálok egy skewert, meg egy volt kicket, és még van rajtam egy Kingstone is, akkor még egy kis weakness is elfér, és még akkor is keppen vagyok. Na jó, hát kb. Így néz ki a dolog. Úgyhogy egy darabig ez most jó lesz, aztán egészen a season 5-ig, ahol fogják nerfelni a heavy-t, fogják nerfelni a spear-t, meg a sword and shield-et. Miért is ne? Ott addig majd bízom benne, hogy kijön a Throne and Liberty, mert még egy gírt nem fogok lekraftolni. Egyébként, ha már itt tartunk eddig, azért is nem ment stream, mert konkrétan volt egy napi 25 NEAD, regulár 25 Genesis, regulár. Az volt a többing, NEAD már csak azért, amikor már hánytam a Genesis-től, már hogy mocskos sok goldba kerül ez az egész craft. A drága még így is, de legalább nem lutri, úgyhogy kiszámolható. Itt-ott lehet benne okosítani, hogy azért ne lenne annyira brutális, de mire ez szépen összegyűjtögettem, meg megvásárolgattam a matikat, meg lecraftolgattam, meg a faszom még egyszer nem csinálnám meg. Úgyhogy
amint kinyírják ezt a buildemet is, mint az előzőt, meg az előttit, meg az előttit is, szerintem majd más. Más után nézek, úgyhogy addig is, hát ezzel terrorizálom a népeket, és tök jól működik. Lesz majd később Arena videó is, meg még talán lehet, hogy volt is, nem tudom. Még nem ezzel a billnál. Egyelőre a Lifeling amuletteket farmolom, meg egy kis pénzt, hogy hívják Chromatic Sealre, meg Jumpa Matrixra, mert még egy pár Genesis le kell fussak. Meg legyen, de onnantól vége. Kesebb mindenki. Na, köszi, hogy néztetek, nagyjából ennyit a buildről. Ha van kérdésetek, földobom majd YouTube-ra is, oda föl lehet írni, vagy válaszolok, vagy Discord, vagy bármi, jöttek e-mailt. Na. We are PvPers who like to play that we enjoy. There.
menjünk a izére, jársz, az jó lesz. Ezt vágod? Rain mellől úgy futtak, hogy Rain nem nincs ruha. Tehát, hogy... Meghalsz, baszki! No! Én sem tudom!